az ízek varázslatos világába vezeti be önöket Zsidek László, az ízvadász. Most egy igazán korszerű csirkepaprikást fogok készíteni. Pár perces ízek felső fokon. Főző Express. Hogy mitől korszerű? Az, hogy csirkemellből készül, nagyon sovány, és végül is percek alatt elkészül. Szokásos módon megtisztítjuk a csirkemellet. Általában a csont mellett van egy ilyen porcos rész, ezt érdemes félretenni, mert hogy azt általában nem szereti a család. Kisebb darabokra vágom, legyen csíkra, mert akkor percek alatt elkészül. Miután összevágtuk a csirkét, kicsit befűszerezzük és egy kis olajjal meglocsolgatjuk, hogy egy kicsit átvegye az ízét. Ez lesz a fűszerezése. Egy csipet olajat teszünk hozzá, annyit, amiben aztán majd később meg is tudjuk sütni. Összekevertük a csirkénket, szerintem meg se kell sózni, mert a fűszerben amennyi só van, az elegendő lesz. Még a végén összevágjuk a cukinit, most már mindent apróra vágtam. Biztos észreveszik, hogy a zöld paprikát nagyon apróra aprítottam össze, hiszen együtt fogom majd a hagymával pirítani. Ez ad egy igazi finom pörkölt szaft alapot. Beindítjuk a tűzhelyünket. A zöldségeket a nagyba fogom tenni, amivel ezt le tudom fedni, abba tudom párolni is. Olajat teszünk az aljába. A csirkéhez már nem kell olajat tennünk, hiszen a pácba tettünk. Kezdjük a hagymával, és vele rögtön egy időben a finomra összevágott zöld paprika is mehet, és ezeket egy kicsit megpirítjuk. Érdemes egy kicsit megsózni, mert hamarabb szétmennek a hagymarostok, és hamarabb megpuhul pirítás közben. Közben már megpirult a hagyma a zöld paprikával, most jön a cukkini. Persze lehet ez más is, amit találunk, aminek szezonja van. Lehet patisszon, lehet brokkoli. Én úgy látom, hogy ez is fölmelegedett, ez a serpenyő, most jön a csirke. És most fognak meglepődni, egy kis gereszt fokhagymát teszek a paprikás csirkébe, mert a tejfölös paprikás kap egy kis fokhagymát, olyan különleges ízt ad, ami utolérhetetlen. Közben már pirul a csirke, most már rá is dobhatjuk a fokhagymát. Egy kicsit ilyenkor odakapja a serpenyő aljára, de az nem baj, örüljünk neki, mert egy igazi pörzsanyag keletkezik ott. Nézzük, hogy áll. Úgy látom, hogy már majdnem jó, most jön a paradicsom. Paradicsomot mindig a végén tegyük rá, mert egy kicsit vizes, és akkor nem tud úgy sülni. Ezek a pörzsanyagok nem tudnak kialakulni sülés közben. Most a fedőt vissza. Én már is zárom ezt a lapot, nézzük a zöldségünket. Isten. Kicsit félrehúzom, nehogy odaégjen, elkészült a csirkénk is, kikapcsoljuk most egyelőre, és készítünk egy nagyon kevés kis habarást. Na, hogy is készül a habarás? Hát mindenképpen a habarásnak alapja a tejföl. Jöjjön hozzá egy csipet kis liszt. Az pusztán csak azért, hogy szép sejmes legyen, gyakorlatilag szinte elhanyagolható a mennyisége. Kikeverjük. Ha van otthon egy kis főző tejszín, azzal fölhigíthatjuk. A tejszín tejföl, hogyha mind a kettővel együtt habarunk, olyan finom, különleges ízt tud adni, ami egy kicsit szokatlan, de mégis nagyon jó. Egy csipet vizet hozzáengedek még, mert túl sűrű. Visszatesszük a tűzre a
zöldségünket. Már lehúztam a biztonság kedvéért, nehogy túlfőjön. Most hozzá csempészünk egy kevés tyúkusleves vagy kockát. Ez konkrétan tyúkusleves por, hiszen nincs olyan csontos, bőrös anyagunk, amitől ennek olyan finom íze lehet. Tehát egy kicsit most hamisítottam. Egy csipet paprika. Ne sokat, mert a tejfölös ételekben, ha sok paprikát teszünk, elveszi a jellegét. Elkeverjük. Hozzáöntjük a habarásunkat. És már csak ki kell forralnunk, és elkészült. Úgy látom, hogy egy kicsit sűrű, még egy kis csepp vizet adunk neki. Ha mindig utána öntünk csak egy kis vizet, akkor tudjuk nagyon jól a sűrűségét beszabályozni. Megvárjuk, míg fölfor, és amikor úgy látjuk, hogy kellő sűrű a mártásunk, föl is for, akkor tesszük hozzá a húst. A hússal ne főzzük, mert bekeményedik tőle, száraz lesz. Egy kicsit módosított, hagyományos magyar ételből mi egy milyen gusztusos egytálételt tudtunk készíteni. Ha gondolják, esetleg egy kis galuska köretnek nagyon jó hozzá, de én így magában szoktam enni, hiszen a cukkini nekem bőven elegendő. Egy jó ízért a világ végére is. Ízleső. Különleges ízvadászat miatt jöttünk erre. Neked kutyák segítenek abban, hogy megtaláld a szarvasgombát, ugye? Így van. Ki tanít be kutyát erre? Mert azért gondolom, hogy speciális. Hát ők saját nevelésű jószágon. Saját nevelés? Nagyon fontos az a jószagláson kívül egy kutyusnál, hogy pontosan tudnia kell, vagy éreznie kell, hogy a gazda mit szeretne. Nagyon-nagyon fontos az, hogy megértsék azt, hogy mi mire vágyunk, és az az öröm, amit okoznak a gazdának ezzel a kincskereséssel, ez motiválja őket. Igen. Nincs is vezényszó erre, hogy keresd, vagy ilyesmi? De van vezényszó, de igazából, hogyha ők megérzik azt, hogy közelítünk szándékot érzi. Egy gombász terület felé, akkor ők maguktól is bejelzik a gombát. A szezon az igazából nyár elejétől december végéig tart, de találhatunk még egészen tavaszig is szarvasgombát. Honnan volt az ötlet, hogy te szarvasgombát keres? Én nagyon szeretem a természetet, az állatokat, kutyákat, és elolvastam egyszer egy novellát, ami egy szarvasgombász kutyáról szólt, és utána néztem aztán a világban, hogy mi is ez igazából, hogy néz ki ez a dolog, és sikeresnek bizonyultunk. Magyarországon is van hagyomány a szarvasgomba gyűjtésnek? Igazából történelmi hagyományai vannak, tehát a 18. században még a történelmi Nagy Magyarország területén komoly mennyiségeket gyűjtöttek. Hát a legjobb területek azok most is határainkon túl találhatóak, de Magyarország igen jó minőségű szarvasgomba termőhelyekben bővelkedik. Néhány évvel ezelőtt, hogyha valakinek azt mondtuk, hogy szarvasgomba, nem igazán tudta, miről van szó, most pedig sajnos úgy látom, hogy kezd kicsit átesni a dolog a ló túlsó oldalára, mert hát túl sok az eszkimó és kevés a fóka. És ezért se jó, mert hogyha nem szakértelemmel nyúlnak a szarvasgombához, akkor nagyon nagy károkat lehet okozni. Pontosan. Nagyon fontos az, hogy jó kiképzett kutyákkal dolgozzon az ember, és a gomba megtalálása után állítsa vissza az eredeti állapotot. És hagyjon a jövőre is, hogy legyen pontos. Jövőre is. Nem szabad egy területet túl gyakran bolygatni. Miután a kutya megtalálta a gombát, vissza kell forgatni a földet, hogy megmaradjon jövőre is, és ne borítsuk fel a természet egyensúlyát. Gyerünk, keresd a gombát! Hol a gomba? Nagyon jó! Nagyon ügyes! Talált egy egész szép példányt. Tényleg? Ilyenkor megjutalmazzuk. Ezt nélkülük szinte képtelenség megtalálni hát a gombát. Nem is szinte, hanem egészen biztosan. Léteznek ezek a szigorúan tilos módszerek, hogy felelőtlen emberek kapálgatnak olyan területen, ahol azt gondolják, hogy van gomba. Lehetséges, hogy találnak gombát, néhány szemet. Csak éppen a tenyészeteket pusztítsák. Igen. András, mi történik itt nálatok a bekerült szarvas gombával? Itt a gomba megtisztítása folyik, a gomba ricskös, és az agyagos föld az eléggé be tud ülni ott a
gumók közé. Nagyon alapos pucolás után kerül feldolgozásra. Kíméletesen kell tisztítani, hiszen a héján vannak az illatanyagok. Milyen termékek készülnek nálatok a szarvasgombából? 6 termékünk készül ebből, most egy pesztót készítünk. Ma pesztó van soron. A szarvasgombán kívül másféle gombákat is tartalmaz. Enyhe fűszerezettsége van, borssal fűszerezünk és olívaolaj. És olívaolajjal engeditek föl. Így van. Tulajdonképpen konzerv formában kis üvegekbe szereljük ki, pasztőrözzük, és így kerül majd a polcokra. Ki találta ki ezt a receptúrát? Fiatal szarvasgombás séfjeink vannak, egyelőre nem túl nagy szériákat gyártunk. Nem is csodálom, hiszen ez gondolom aranyárban lehet, mert hogy szarvasgomba. Mindenkinek ez jut róla eszébe először, hogy aranyárban van. Ezeket a termékeket tulajdonképpen a magyar piacra dolgoztuk ki. Az a célunk, hogy ez a termék juthasson el mindenhova, minden háztartásba, bárki kóstolhassa meg, és bárki főzhessen vele és élvezze az ízét. A boldogság ritkán társa az üres gyomornak. Egészségsziget. Gyuri is vadász, ő is kollégám, csak ő nem az ízekre, hanem a szarvasgombákra vadászik. Mit is főznénk most, vagy mit is készítenénk, hanem egy szarvasgombás étel? Egy nagyon jó kis egészséges tavaszi salátát. Egy könnyű kis salátát? És saláta szarvasgombával. Akkor ez nagy meglepetés, tehát szarvasgomba is lesz a salátánkban. Igen, abszolút. Hát akkor lássunk munkához. Lássunk. Csináljunk egy öntetet. Én, nekem van egy kedvenc öntetem, hogy a balzsamecetet mézzel fölfőzzük, úgyhogy akkor indítsuk ezzel. A méz érdekes módon, bár ugye édes étel, nagyon jó harmonizál a szarvasgombához. Tényleg? Amit azért ugye inkább sós ételekhez szoktunk. Igen, nekem ez meglepetés, hogy az édes szarvasgomba íz, de ma kiderült. Létezik szarvasgombás méz is például. Beöntöttük a balzsamecetünket, hozzátesszük a mézet, és ez majd szépen be fog nekünk forni, és addig megcsináljuk a salátát. Körbenéztünk most az üzletbe, hogy mit lehet kapni. Hát, ami zöldet találtunk, azt megvettük. Hát van rukolánk. Akkor kezdem adogatni neked, jó? Nekem én meg közben ezt a salátát. Hozol még salátát? Igen. Nekem a rukola a kedvenc salátám, ez egyetlen húsízű saláta. Ha te tépnél abból a salátából, az nagyon sokat segítene. Milyen formátumra parancsolod? Hát ezt te tudod. Jó. Hagymafélét nem írtunk bele, vagy nem találtunk bele. Ne tegyünk hagymafélét hozzá? Szerintem elfér benne a hagyma. Arra azonban figyelni kell, ugye, hogy túlságosan erőteljes ízekkel ne terheljük az ételek, mert a szarvasgomba akkor érvényesül, hogyha finom, visszafogott ízeket alkalmazunk. Egy igazi karakteres íz. Látom, hogy már a balzsamecetünk elkezdett főni. Találtunk retket már, bár még nincs itt a szezonja, de szín miatt gyönyörű a rete. Addig Gyuri, megkérhetlek, hogy a hűtőben van ott póréhagyma, hogy hoznál egy kisebb darabkát? Megkeresem. Nagyon jó. És ráadásul még a zöld színű is, ami tényleg még üdébbé teszi a salátánkat. Ha még megtennéd, hogy a jégsalátát is ugyanúgy beletépkednéd, mint a másikba. Örök vita, hogy tépjük a salátát, vagy vágjuk. Mindegyik pártnak van igaza is a dologban. De melyik oldalon állsz? Nekem az a lényeg, hogy friss és gyenge legyen. Az, hogy vágjuk vagy tépjük, nekem tulajdonképpen mindegy. Csak legyen paradicsom. Közben a balzsamecet igen intenzíven. Igen, csodálatos illata van. Szarvasgombát, amit ott látunk abban a szép kis dobozkában, összezártuk már, kamember sajtot. Kis csúnyácska dobozunkban, nem? Annyira intenzíven lekötik ezeket az illatanyagokat a különböző élelmiszerek, mint például a tojássárgája, ami nagyon-nagyon intenzíven magába szívja ezt az illatot, hogy tulajdonképpen intenzívebb ízhatást kelt, mint hogyha akár beleharapnék a gomba testébe. Ez a példány körülbelül 30 grammos lehet. Úgy ránézésre. Szerintem most már leplezzük le az ismeretlen szarvasgomba szobrát. Mi a véleménye? Kellemes, nézgél. Isten, finom. De egy ekkora adag gomba, ami 30 grammos, egy 8 fős család vagy összejövetel étkezésére megfelelő. Tehát hiába nagyon drága egy kiló szarvasgomba, annyira keveset kell használnunk belőle, hogy tulajdonképpen egy... Hiszen fűszernövény. Tehát gombás tojásnak nem ez az alapanyaga. Igen. Akkor most már csak be kell ízesíteni, ugye? Én vágom a citromot.
Meglacsolom. Miután besűrűsödött a balzsamecetünk, túlzottan beforraltam, még egy csipetnyit hozzáöntök, keverem, és ráöntjük a salátánkra. Ú, micsoda illata van. Remek. Igen. Ez is megvan. Citromlé van rajta. Egy kis sót azért tennék hozzá. Borsot tegyünk hozzá? Nem árt neki. Nem árt neki? Kis bors. Szarvas gombát nem fogja elveszteni a ízét. Ez is megtörtént. A sajt. Most jön a sajt. Mennyire átvette a szarvasgomba illatát, fantasztikus. Még egy kevés, így, jaj, de jó. Én tennék hozzá egy kis szőlőolajat. Szőlőolajat? Szarvasgombát? Szőlőolajat, ez jót fog tenni neki. Az ez, ugye? Tegyünk hozzá. Milyen kis ügyes ez az üveg. Te tudod a mennyisége. Jó. Ezt ilyen hozzávetőlegesen. Milyen szép lett a salátán. Rutinos mozdulatokkal megkeverem. Így muzsikus kézzel, nem? Igen. Igen, és hogyha már muzsikánál tartunk, akkor ezt a kis mandolint használjuk. Te mandolinnak hívod? A szakzsargomba így hívják az olaszok ezt az egyébként becsületes nevén szarvasgomba szeletelő szerkezetet. Ja. És ez azért nagyon fontos, mert hajszál vékonyra kell vágni. Ezt nagyon kis vékonyra állítottuk be. Napóleon nagy fogyasztója volt a szarvasgombának, főleg mikor örököst szeretett volna birodalmának, de kedvelte a gombát Casanova és Madame Pompadour is. Alexandre Dumas szerint a szarvasgomba a hölgyeket gyengédebbé, a férfiakat szeretnivalóbbá teszi. Az olasz közmondás szerint, aki erényesen akar élni, tartózkodjék a szarvasgombától. Minden, ami az egészséges élethez kell. Szükséges. Ízvadászként nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak finom ízeket keressünk, hanem egészséges ételeket is főzzünk. Istvánnal ezt a témát fogjuk most egy kicsit körbejárni. Szerinted, hogyha úgy meg akarjuk egyszerűen fogalmazni, hogy milyen az egészséges táplálkozás, akkor mik a legfontosabb szempontok? Én azt hiszem, hogy a legfontosabb a táplálkozásunkban a változatosság, és emellett pedig a kiegyensúly. Ez már jól hangzik, ez már beleillik az ideológiámba. Az étkezésnek véleményem szerint két nagyon fontos funkciója van. Az egyik az, hogy a szervezetünket ellássuk a megfelelő tápanyagokkal, a másik pedig az örömszerző funkciója. És ezt nem szabad elfelejteni, ez véletlenül, is fontos. Véletlenül sem. Mik azok a legfontosabb szempontok, amikor a vásárlásnál vagy a főzésnél érdemes nekünk odafigyelni? Hát én azt hiszem, hogy a természetesség a legfontosabb, tehát a lehetőség szerint ellenőrzött forrásból származza az az élelmiszer, ne tartalmazzon esetlegesen szermaradványokat, még a zöldségek esetében ez elő szokott fordulni. Hát az ideális ugye az lenne, hogy az úgynevezett biotermékeket fogyasszuk, de ezek nem mindig hozzáférhetőek, és sok esetben én tapasztaltam, hogy a biofelirat nem minden esetben takarja azt a minőséget. Nagyon fontos az összeállítása az étrendünknek. Biztos már mindenki találkozott ezzel az úgynevezett táplálkozási piramissal, ami tulajdonképpen azt jelképezi, hogy melyek azok a tápanyagok, amivel nagyobb mennyiséget kell fogyasztanunk, és melyek azok, amelyek a csúcson foglalnak helyet, tehát relatíve keveset. Ezt nagyon egyszerűen úgy tudnám mondani, hogy a legalsó sorba tartoznak a teljes kiörlésű gabonából készült lisztek, illetve az abból készült különféle kenyérféleségek. És a csúcson valahol ott található a zsír, az alkohol és az egyéb olyan dolgok, amik nem kifejezetten szükségesek. Mik a legfontosabb tápanyagok? A tápanyagainkat két nagy csoportra osztatjuk. Az úgynevezett makrotápanyagokra, fehérjék, szénhidrátok, zsírok, rostanyagok és a víz, ne felejtsük el, a víz az egyik legfontosabb tápanyag. És mellette az úgynevezett mikrotápanyagok, ide tartoznak a vitaminok és ide tartoznak az ásványi anyagok. Jövő héten a vitaminokról fogunk bővebben beszélgetni. Ízlések és pofonok különbözőek. Különös. Németországból jöttem, származom, és hát már több mint 20 éve élek Magyarországon. Először azon hököntem meg, amikor egyszer menzán láttam egy olyat, még az egyetemen, ugye, hogy volt főtt krumpli, ugye, főtt sertéshússal.
sertéshúsra rá volt téve egy ilyen megybefőt. Hát ez teljesen fura volt, ugye, hogy hát a három dolog együtt, mert hát a hús még a krumpli csok-csok, tehát mit keresett ott a megybefőt? Tehát ezzel nem tudtam mit kezdeni, és hát még ma is azt mondom, ez nagyon furcsa. Jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek. Sütni való. Zsuzsával most egy igazán könnyen elkészíthető édességet fogunk csinálni, csak sokan nem mernek vállalkozni a smarnira, mert hogy az olyan macerás. Most néhány perc alatt megmutatjuk, hogy hogy kell smarnit csinálni, jó? Úgy legyen. Te már készítettél smarnit? Nem soha, mert én is ahhoz a többséghez tartozom, aki beírt előtt. Ne féljél, kevelő tál, tejszín. Én bevallom őszintén, jó. Ez jól kezdődik. Erre különböző receptek vannak a smarnira, de mivel Ausztriából ered szerintem ez az étel, mert már ők is Kaiser smarnak hívják, én egy igazi osztrák receptet hoztam, és csináljuk meg ezt együtt. Jó. Föltörjük a tejszínbe a tojást, 4 darabot. Lehet habosra is kikeverni, de most ne húzzuk ezzel az időt. És akkor egy ügyes kis habverőt odaadok, te fogod keverni, jó? Közben én teszek hozzá egy csipet sót, adjunk hozzá cukrot. Ez jó sokat kell hozzá. Igen, hát tulajdonképpen a recept 15 dekát ír, az osztrák recept. Vagy úgyne még meg a... Azt akarjuk, majd meglátod. Ja, értem, mert a palacsintánál például soha nem használok a tésztájában egy csepp cukrot sem. Látom, te tényleg tudsz főzni. ez túlzás, de próbálkozom. A smarni egyébként unokatestvére a palacsintának. Igen, én is észre, hogy hasonlítanak. Mert hogy ezt is főleg az osztrákok úgy készítik, mint ahogy mi a palacsintánkat. Uh-huh. Én már közben megmostam a mazsolát, és most egy kis rummal meglocsolom. Persze, ha valaki igazán előre látó, akkor azt azért ezt előbb is megteheti. Ezt ugye nem kell habosra. Nem kell habosra, és most jön a liszt. Most ilyenkor azt szokták mondani, hogy hozzá, szitán hozzá szórjuk a lisztet, most én vagyok a szőrszita. Ha én gyorsan szórom, akkor neked nagyon gyorsan kell keverni, igen, de ígérem, kiméletes lesz. Köszönöm. Ennek sűrű palacsinta tésztának kell lennie. Már olyan? Pont jó a massza. Látod, ide készítettem egy kis tejet, hogyha esetleg sűrű lett volna, de nem. És látod, hogy milyen sima lett? Kitűnő. Most jön a mazsi. Amikor a rumba beáztatjuk a mazsolát, ezek ketten olyan összhangba kerülnek, igen, amitől isteni finom a rum, és kész is van. Még egy fontos dolog hiányzik, jó, hogy ide néztem, vanília? Nem tettük bele a vaníliát. Nagyon jó, tehát ezt se felejtettük ki, kitűnő. Most a recept szerint ennek fél órát pihennie kéne, de hát erre most nem lesz időnk, mert türelmetlenek vagyunk. Ez nagyon jó. És ez olíva volt? Egy csipet olívaolajat tettem alá, hogy a vaj ne égjen meg. A vajat mindenképpen érdemes, amikor sütünk vele, kicsapatni, úgymond. Az indiaiak azt mondják, hogy így lesz ghee, hogy a benne lévő nedvesség süljön ki, és akkor letisztul a vaj, akkor lehet benne sütni. A vaj egy nagyon ravas sütőanyag, mert amellett, hogy isteni ízt és illatot ad, gyönyörűen pirul benne a sütemény, vagy a hús sütünk benne, nagyon szép színe lesz. Látod, most már letisztult a vajunk, és most beleöntjük a masszát. Nem kell keverned, maradt. Ja, igen, azt gondoltam, mert hogy az aljának meg kell először kicsit pirulni, ugye? Fantasztikus. Segítség vagy. Igen, pont ezt akartam kérni. Van nekem egy ilyen kis ügyes kikaparom, csak nem mindig találom meg. Most én vagyok az ügyes kikaparom. Te vagy az ügyes kis kikaparom? Igen. Jó. Jó, mondjuk azt, hogy jó így. Akkor ez egyelőre még nem kell. Most nagyon. Jó, és most jön az a történet, hogy egy picit nem bántjuk, hanem hagyjuk őt egy kicsit itt szépen pirulgatni. Majd elkezdjük keverni, ha megkezd pirulni, és most jön az első. Látod, milyen gyönyörű színek tényleg lesznek? Tényleg nagyon szép lett. Alakul a dolog. Az a lényege, hogy ne keverjük túlzottan, hanem mindig hagyjuk egy kicsit pirulgatni. Nem sokára készen lesz. Egy a lényeg, hogy arra kell ügyelni, hogy nem szabad túlsütni, mert akkor nagyon száraz lesz. Uh-huh. Bár jóféle lekvárt hoztunk hozzá. Én ezt nem pirítom tovább, mert szerintem ez így most már nagyon jó, lezárjuk a fűszelyet.
fú, de jó illata van. Ez finom. Finom. Tényleg jó lett. A műsor büszkén viseli a magyar termékvédjegyet. Műsorunkat a Hűvösvölgyi Vigadó Gasztroszínháza támogatta.